Király Gábor. Egy 101-szeres válogatott kapus, aki profi pályafutása eddigi 23 éve alatt a Haladás mellett 8 külföldi csapatban is védett. Van 2 gyereke és több száz szürke meregítő nadrágja. Ez persze eddig is lehetett tudni róla, de más nem nagyon, mert a királyok életébe a hétköznapi halandók nemigen nyerhettek betekintést. Egészen mostanáig, a mai napon végre megismerhetjük őt egy másik, sőt, sok másik oldaláról. Megmutatja, hogyan fér el a belülről egész tágasnak tűnő miniben, és itt mesél élete egyik meghatározó élményéről. Bejött a Bon Jovi azon az ajtón, mondta, hi, I'm John. Miközben a fia edzését nézzük, beszél az amerikai foci iránti rajongásáról, és arról, hogy esetleg pályát is módosítana. Bátran. Kipróbálom, az biztos. És amikor kiderül, hogy kertész iskolába járt, megtalálom őt egy ajánlattal. Kerttervezést nem vállalt, én pont gondolkozom rá. Bármikor beszélhetünk róla. Szóval tartsanak velünk, és ismerjék meg az igazi Király Gábort. Egy különleges sportolót, akiről a végén kiderül, bizony, ő is csak ember. Egy hűvös csütörtöki hajnalon a szombathelyi buszpályaudvaron várakozom. Nagyon korán van, a város szinte még csak most ébredezik. És már jöhetne. Amíg én a buszok között fagyoskodom, egyszer csak a hátsó parkolóba megérkezik a királycsalád. Gáborék a gyerekeket hozták ide, hogy feltegyék őket az ausztriai iskolába tartó buszra. Szia! Szia. Jó reggel! Nincsen nagyon-nagyon-nagyon korán? Hát most már megszoktuk. Főleg így, hogy tegnap meccs volt. Mikor kerültél ágyba? Hát olyan éjfél magasságában, 11 óra után értünk vissza. Aztán éjfél magasságában kerültem ágyba, de igazából minden nap ez a program. Jó, hát akkor ezek szerint már hánykor keltek? 5:45-kor. Isten. Minden nap. Tehát hétvége kivételével, vagy a szombat-vasárnap kivételével. Minden nap. És akkor mindig együtt hozzátok a gyerekeket? Tehát olyan nincs, hogy egyszer otthon maradna? Hát, hogyha nincs más programja, akkor nem, de most csak azért, mert fáradt, azért el szokott jönni. De az igaz, hogy volt, amikor Bukarestben meccs volt, és akkor utána ugyanígy meg volt a rituálé másnap reggel? Így van, az ugye Münchenbe mentem vissza, és éjjel ugye visszautaztunk a csapattal repülővel Budapestre, Budapestről én meg autóval Münchenbe, és visszaértem, akkor együtt mentünk, és utána meg edzésre mentem, tehát ott nem is aludtam például. Szóval az együttlét meg az iskola mindenek felett, és ez így volt már Gáborék idejében is. Ti az iskolában ismerkedtetek meg egyébként? Igen, 16 évesek voltunk, a kertésziskolában ismerkedtünk meg. Ugye kézilabdázni jártunk, tehát az iskola után még voltak ilyen kézilabda versenyek, és a fiú meg a lánycsapat szokott menni akár Kőszegre, Körmendre, akár ilyen iskolai versenyekre, és akkor ott a két csapat együtt szokott utazni, vonattal vagy busszal, és akkor ott ismerkedtünk. És te milyen tanuló voltál? Én mindig szorgalmas tanuló voltam. Te is így emlékszel? Igen, csak nem egy osztályban jártunk, de attól függetlenül tudtam a tanulmányait körülbelül. Nem, hát sose voltam kitűnő tanuló, de mindig igyekeztem jól tanulni, hiszen tudtam azt, hogy sportoló akarok lenni, az egy dolog, de ha esetleg a sporttal végeztem, vagy befejeződött a sportpályafutás, akkor viszont kell valamit kezdeni. Úgyhogy jött a kertészek? Szeretem a természetet, meg növényeket, állatokat, és emiatt jött ez a kertész szakma. Úgyhogy én nagyon örültem neki, hogy ezt el tudtam végezni, ezt a szakmát, hiszen nagyon sok oldalú
és nagyon sok mindent lehet a kertész szakmával kezdeni. Na hát és otthon melyiknek gondozza a kertet? Hát most egyelőre csak fűnyírás van, úgyhogy ezt a Gábor csinálja többnyire. Még bent is még alakul, mert még most költöztünk be ugye csak a nyáron, úgyhogy hát még nincs olyan sok minden. A kerttel ellentétben a mai nap programja viszont eléggé zsúfolt. Gábor nem sokára eligazítást tart majd a Király Sport létesítményben, aztán irány az edzés, majd egy jótékonysági rendezvény. A Rumi gyermekotthonba leszünk hivatalosak. Ebéd után csendes pihenő helyett egy meglehetősen zajos program vár ránk. Gábor megkapja a magyar aranylabdát. A nap zárásaként pedig egy barátságos vízilabda meccs is szerepel a programban, szóval tényleg eléggé sűrűnek ígérkezik ez a nap. Elsőként azonban jön Leon. Ő milyen fajta? Rhodesiai Ridgeback, oroszlán kutya. 2003 óta terveztük, hogy ilyen kutyánk lesz. 2003 óta? Igen. Jó, megterveztétek. Szeretek így tudatosan előre készülni. Már csak azt nem értem, hogy mi történt 2003 és mondjuk 2015 között. Vártuk, hogy hazajöjjünk. Tehát külföldön nem volt? Külföldön nem volt, nem volt. És ahogy hazajöttünk, úgy egyből vásároltunk egy kutyát. Mennyi időd van neked foglalkozni vele? Hát igazából mindig próbálom ugye naponta elvinni ugye sétálni, tehát mondjuk az én feladatom, de ha nem vagyok itthon, Zsanették viszik sétálni, tehát igazából én azért próbálok felelősséget vállaltam érte, vagy vállaltunk érte, akkor én azt gondolom, hogy a kutyáról gondoskodni kell. És a gyerekekkel mennyi időt van foglalkozni? Szintén sok. Ugye ők reggel elmennek, délután hazajönnek az iskolából, ugye ők utána tovább mennek, vagy edzésre, vagy tanulnak, vagy délután később jönnek haza, tehát mindig van valami, de ez sose mulasztottam el mindig a családommal lenni. Tehát én azt gondolom, hogy egy sportolónak a legfontosabb, hogy a sport mellett, hogy ugyanúgy a család, és főleg ahol gyerek van, minél több időt töltsön, mert nem akarom azt, hogy a gyerek felnő 18 éves, abba hagyom a sportot mondjuk, és akkor utána akarom nevelni, mert ez nem működik. És éppen ezért tartom szükségesnek, hogy minden reggel igenis én is ott legyek, mikor visszük őket iskolába, igen, mikor hozzuk el őket, igenis ott legyek, ha nincs más program. Tehát mindig együtt vagyunk. Most például ugye húsvétkor volt, először talán gyermekkorom óta, amikor én is itthon vagyok, ugye szabadnapot kaptunk, nem volt edzés, és kisfiammal együtt hétfő reggel elmentünk biciklizni Szombathelyen, és elmentünk a szülőkhöz, nagyszülőkhöz. Locsolkodni. Tehát ezeket én azt gondolom, hogy azért meg kell. Nem. Amíg külföldön éltek, akkor azért több időt tudtak együtt lenni, hiszen Gábornak a foci mellett nem kellett mással is foglalkoznia. Igaz? Akkor meg másfajta gondok voltak. Mindig próbáltam németül beszélni. Ha mondatban valamilyen szót nem tudtam, mondjuk mondtam, hogy elmentünk függönyt nézni, mert kérdezték, hogy mit csináltunk, és akkor az új lakást ugye rendeztük be, elmentünk függönyt nézni, akkor nem tudtam még, hogy mi a függöny, és azt mondtam, hogy a ablakruha. Tehát aha, úgy próbáltam elmagyarázni, és akkor segítettek, hogy mi a függöny, és akkor utána újra mondtam a mondatot. Tehát meg az ember bohóckodik, meg a pályán soha nem volt kommunikációs probléma. Tehát az első edzéstől kezdve én eléggé egy kommunikatív beszélő kapus vagyok, a pályán soha nem volt ezzel kapcsolatban gond az első edzéstől elkezdve. Úgyhogy a futball német, meg a futball angol az egyszerű. Az igen. Amikor pedig Londonba költöztek, nem a nyelvtudással volt a gond, de még csak nem is a helyismerettel. Egy kereszteződésnél volt, egy kis utcában volt, és piros volt a lámpa, két sáv volt, és az egyik sávban állt egy autó, és láttam, hogy mögötte magasodik egy taxi.
ugye angol taxi, ez magasabb. Igen. És mentem ki az üzletből, és elindult már a sor. És kiabáltam, hogy taxi, taxi, elindult a sor, és az előtte lévő autó gyorsabban elindult, és akkor láttam, hogy egy halottas kocsi. Tehát ugye az autó miatt nem láttam, hiszen takar volt, csak a tetejét igen, láttam. Igen. Na most hirtelen azt a szituációt elképzelem, hogy kiabálok taxi, taxi, mögötte ott a gyásznép magyarul, és nem tudták, hogy kinek integetek, meg, és utána hirtelen kapcsoltam, és séta. Szép lassan a király sportlétesítményen is felkel a nap, és madárcsicsergéssel indul az élet. Tulajdonképpen ez Gáborék harmadik, vagy ha Leon kutyát is számítjuk, negyedik gyereke, amely idén már 13 éves és rengeteget törődnek vele. A létesítmény egyre nő és fejlődik, Gábor pedig már a kezdetektől fogva profi cégvezetőként irányítja. Gondoljuk át, hogy mi lenne, ha a kis 0-2-es homokot hoznánk. Hogy mi lenne, nem tudom, de tényleg profinak tűnik. Ügyvezetést azt hogy tanulod meg? Vagy az jön? A saját bőrömön tapasztalom. Én, ahol voltam kluboknál, én ugye bejáratos voltam, mint minden más játékos, az irodákba, a könyveléshez, a szervezéshez, hiszen az irodai dolgozókkal együtt éltük a napjainkat, és mindenki munkájára figyeltem. Tehát nem csak a labdarúgás és mentem haza, hanem én minden egyesületnél a pályamunkással voltam majd, hogy nem a legjobb kapcsolatban. Láttam, hogy hogy készítik elő a pályát. Meg láttam, egy kertésznek, az muszáj is. Hát az egy szintén egy külön szakma, tehát azért nem elég kertésznek lenni, nehogy virágokat ültessenek be a pályára. És ezeket a tudásokat próbáltam elsajátítani az egyesületeknél, hogy itthon tudjam kamatoztatni. Azt mi alapján választottad ki, hogy milyen mezek legyenek ott a folyosón? De nagyon érdekes dolog, mert én nem vagyok egy mezgyűjtő, de elkezdtük ugye a Bajnokok Ligájába annak idején játszani, és ott például Ruud Hespel a Barcelona kapusával cseréltünk mezt. Mondom, cseréljünk, hát én nem vagyok ilyen. Ő ment oda hozzád? Hát meccs végén igen, hogy mi lenne, ha mezt cserélnénk. És akkor mondtam, jó ötlet, meg jó emlék. És akkor utána, meccs után kezdtem gondolkodni, hogy milyen jó ötlet volt, és milyen jó, hogy cseréltünk, mert egy emlék. És onnantól kezdve úgy figyelgettem arra, hogy kitől tudok mezeket. Dudeknak a meze, Jiří Dudek. Ez a legelső, 13 éves volt, amikor legelőször kaptam egy ilyen mezt. Wow. Úgyhogy akkor kapusok nem kaptak kapusmezt, hanem játékos mezt. És amúgy 13-as is a száma rajta. Sörensen, itt a Melbergnek a meze. Az egy zegciges ilyen Oktoberfestes, külön dizájnos mez. Oktoberfestre. Ez az Arzenállal játszottunk egy kupameccset. Ez ugye a német kupadöntőben használt mezem. Ugye Bayer Leverkusenben voltam akkor, és a Werder Bremen ellen játszottunk a berlini olimpiai stadionban. Elég érdekes érzés volt, úgyhogy jó volt. Andy Cole-nak a meze, ugye a Manchester United kitűnősége. És a Burnley-be együtt játszottam vele, és ez az utolsó mérkőzésnek a mezét odaadta nekem. Úgyhogy ez egy hihetetlen nagy büszkeség. Gera Zoli személyesen. West Bromwich. Utólag így visszagondolva azért ezek jó dolgok, jó, mert jó végmenni úgy a minden nap, hogy ezek a játékosok mintha itt lennének. Most viszont nincs idő nosztalgiázni, mert a végén még elkésünk az edzésről. Azt jól sejtem, hogy azzal fogunk menni. igen. Hát ezt a gépjárművet Berlinben vásároltam, akkor, mikor bejelentették, hogy abba hagyják ennek a régi mininek a gyártását. Úgyhogy nekem a régi mini egy álmom volt, és rögtön Berlinbe egy autóházba 0 kilométerrel vettem egyet, és épp tegnap előtt volt 50 ezer kilométeres, és 15 éves az autó, úgyhogy, de mentem vele hosszú utat is, mindenhova vittem magammal, akár Londonban, akár Burnleybe,
Münchenbe, mindenhova vittem, úgyhogy... És a rendszám? Hát nem a rendszám... A rendszám az igen, egy annak idején egy igényelt, illetve egy kért rendszám volt. 13-as honnan jött? 13-as az a szerencse számom. Nem De tudom, mióta? Nagyon régóta. Tehát én mindig is 13-as voltam. Sőt, egy olyan, amióta alámeznek atlétát is hordok, 13-as atlétát, 13-as számú atlétát, minden válogatott, vagy minden mérkőzésen, nem csak válogatott, hanem minden mérkőzésen a mezem alatt van. Ez például egy teljesen véletlen dolog volt, Veszprémbe játszottunk a haladással, és már az öltözőben mindent elpakoltunk, és ott maradt egy kosármez, egy kék 13-as kosármez, és ugye nekem nagyon fontos, hogy a derekam ne fázzon meg, ugye ha elvetődünk, a póló kicsúszik, és ugye a kosármez meg az hosszabb. És így kipróbáltam, és véletlenszerűen 13-as volt az is, és onnantól kezdve 13-as atlétába és egy tigrises pólóba védek a mai napig. Külön köszönet a veszprémi kosarasoknak. És mennyire vagy te babonás? Én azt gondolom, hogy nagyon. Tehát nagyon mérkőzések előtt főleg nekem minden úgy kell, hogy történjen majdnem minden meccs előtt. Mindenkiben szerintem felvetődik a kérdés. Hogy férsz bele? Megmutatod, hogy férsz bele? Persze. Nagyon kényelmes. Ez a kép, hogy Király Gábor és egy fele akkora kocsi. És tényleg simán beleférsz? Igen. Ki akarok próbálni? Nem, csak én rád vagyok kíváncsi. Tehát ez nagyon jól néz ki egyébként. Csak benézek. Tényleg elférsz. Kényelmes. Nem zavarnak a térdeid? Nem, abszolút nem. Kényelmes, elérem a kormányt. Úgyhogy... És megy rendesen akkor ezek szerint? Hát megy, most ugye autópályán Németországban ott ki lehet próbálni a maximumot. Hát sokan nem hiszik el, de a 180-at karcolta. Most nem kell ennyire sietnünk, az 50-es átlag éppen megteszi. Időben vagyunk, ráadásul nincs is messze az edzőpálya. Ha nem is elsőként, de viszonylag hamar megérkezünk az Illés Akadémiára, a haladás idei ideiglenes otthonába. Mivel pont egy győztes meccs másnapján vagyunk, Gábor a korára meg a rutinjára való tekintettel felmentést kap az edzés alól, vagyis ő inkább csak fejben készül. Mert ahogy mondja, egy kapusnál úgyis az a fontos, hogy két meccs között kikapcsoljon, hogy aztán, amikor kell, maximálisan tudjon a feladatra koncentrálni. Van úgy, hogy úgy közlekedek, hogy nagyon nem gondolkodok, vagy nincs semmi a fejemben, hanem csak úgy vagyok. Tehát a testem az itt van. Ez nagyon érdekes, sokszor például a mérkőzés előtt is kiabálnak a Gabinak. Gabi, király Gabi! És a Gabi megy tovább, mert semmit nem hall. Hát mi már tudjuk, hogy akkor nem nagyon lehet beszélgetni vele. Még egy-egy szurkoló még ezt nem tudja annyira, hogy a meccs napja az más, igaz? Mondom, hogy akkor az annyira koncentrált. És most videózás. Hát lesz az is, és akkor bent az öltözőben természetesen akkor oda is bepillanthattok, és már itt nevettek itt a többiek, hogy itt a szombathelyi haladás valóságát tudjátok itt megnézni, hogy konténerekbe ült, de hát azért ez több csapat is átesett. Külföldön ez abszolút teljesen természetes, hogy konténerekbe öltöznek esetleg átmenetileg, vagy akár állandóra is a játékosok. Tehát akár a Premier Ligába. Olyan? Igen. Akár a Championship-be. Ugye az emberek mit látnak? Zöld, gyep, tel a stadion. Hárogyogás, csillogás. Aztán nem biztos, hogy mindenhol ez van. Úgyhogy Rostockban, amikor a Rostock első osztály volt, építették a stadiont. A stadionba voltunk konténeröltözőkben, vagy az északírek ellen, mikor egy-egyet játszottunk Észak-Írországba. Konténerekbe öltöztünk mi, a válogatott játékosok. Hát akkor irány a szombathelyi konténerváros. Én igazából itt töltöttem.
Ez már a tegnapi meccsről bemelegítés cucc, ami már Zsuzsa ki is mosta az éjjel, már meg is szárad ma reggel. Itt igazából én itt van a helyem, most így idegenlesen, viszonylag ahhoz képest nagy az öltöző is, tehát csak ilyenkor megérkeznek, készülődnek. Úgyhogy... Az ott az, amire gondolok? Mire? Szürke nadrág? Igen, van egy rövid. Van egy... Igen, hát ezek itt vannak. Ez például pont a saját dizájn. Ugye ezt most indítottuk a 40. születésnapomon. És ebből van több is. Úgyhogy egy ugyanolyan fazonú, mint amit használok. Tehát ugyanaz a szürke nadrág, ugyanaz a minőség. Ezt látom, hogy ezt már használtad. Igen, párszor már használtam. Úgyhogy... Igazából... Megfogtam egy igazi szürke mackó nadrágot. Pontban 10 órakor aztán érkeznek az edzők, és kezdetét veszi az eligazítás meg a tegnapi meccs elemzése. Gábor pedig egy új szerepben tűnik fel. Ő a csapat tolmácsa. Utána jöhet a videózás, majd egy gyors elemzés a kapus edzővel. És látod, most ilyenkereszkedtél, és szerintem az a srác ismert téged és figyelt. És már indulunk is tovább a gyermekotthonba. Pontosabban csak indulnánk, mert hogy Gábornak nosztalgiázhatnék a támad. Itt van hátul ugye a kertésziskola, ahova az akadémisták is járnak tanításra. Meg te is ide jártál. Én is ide jártam, a Zsanettel. Aha. Ez a gyakorlókert, ami itt található. Itt tanultuk igazából a szakmát, és ami itt volt ezen a részen, gyümölcsös. Itt meg a gyümölcsfáknak az oltását tanultuk, a telepítését, tehát a nevelését. Ez meg volt a másik díszfa iskolának a része. Volt egyszer egy olyan történet, hogy karácsony előtt a utolsó negyed órába, illetve az utolsó háromnegyed órába bejött egy rendelés az iskolába, 40 karácsonyfát szerettek volna összekötözve, kivágva elvinni. Mondták a tanárok, ennyi idő alatt képtelenség, de 4-en, akik az osztályban mi nagyon jól szerettünk dolgozni is, meg jó minőségben, azt mondták, hogy ha megcsináljuk ezt 3-4 órán belül a 40 fát, összekötözve, kifűrészelve, felpakolva egy utánfutóra, akkor kapunk egy ötöst. De a disznövénykertész szakma egy olyan sokoldalú szakma, amiben lehet akár virágbolt, akár termesztő, akár koszorúkészítő, akár faiskolát lehet üzemeltetni, de lehet akár gépek szervizelésével foglalkozni. Tehát nagyon sok oldalú az egész, parképítés, tehát minden oldalról megvan, és én mindegyiket szeretem. Úgyhogy, és nagyon örülök, hogy ezt a szakmát választottam. Kerttervezést nem vállalsz, mert én most pont gondolkozom rá. Bármikor beszélhetünk róla. Apropó pénz. Tavaly Gábort választották Vas megyében az évemberének, és a díj mellé némi pénzjutalom is járt. Ezt az összeget ő felajánlotta a Rumi gyermekotthonnak, hogy hangszereket vegyenek belőle. Most jött el az átadás ideje, így tehát Gábor feleségével, valamint menedzserével Rum felé vesszük az irányt. Ezúttal persze nem a minivel. Neked a pénz mennyire fontos? Hát én azt gondolom, hogy a pénz az élethez hozzátartozik, a napi léthez. De sokkal jobban preferálom mondjuk a szeretetet, meg az összetartozást. Tehát fontosnak tartom, de nem minden. Van olyan dolog, amit pénzzel nem tudsz megvenni. De van olyan, amit szeretettel nem tudsz elérni, pénz nélkül. Tehát jó, ha van, és akkor tudsz mondjuk adakozni. Mondjuk a boltba hiába akarok bemenni egy liter tejért, és azt mondom, hogy a boltos néni, én annyira szeretem önt, hihetetlen módon, amikor azt mondja, jó, oké, köszönöm, de fizess ki. Tehát most... De akkor ezért fontos neked, gondolom, a jótékonykodás. Igen, de ezt nem biztos, hogy mindenkinek tudni kell. Tehát nem szeretem soha nagy dobra verni ezeket a dolgokat. Én
nem nagyon szeretek így szerepelni. Szóval akkor ilyen énekes vagy főzős műsorban ne keressenek? Hát nem. Főzni még úgy, ahogy, énekelni még jobban. Nem család? Főleg a Bon Jovit, azt nagyon jól tudom utánozni. A fellépésre azonban még várni kell, mert tényleg nem szeret szerepelni. A kötelező köröket a médiában pedig kifejezetten nyűgnek tartja. Mi az előbb hívtak a Borstól? Igen. Hogy lesz egy ebbé melléklet. Szuper. És 30 kérdésre kéne egy szavas választ. Mondtam, hogy az telefonon nem fog menni, mert ma vagy mondani. De ha elküldik esetleg. Tessék? Ha elküldik e-mailben, akkor nem. Esetleg. Nem, mert nem tudok ezzel most. Nincs időm rá. Jövő héten, hét elején. Ez jó lenne. Tervezel most cserét? Aha. Persze. Fanbasztan, na. Vagy a, nem tudom, még lehet, hogy a Dasaev-val szeretnék még. Ő a példakép. Hát most. Melyik jellemvonására a leginkább büszke, és melyikre? Jellemvonásomra? Aha. Hát itt a szemem alatti ráncra, erre a vonásra. Mert arra, hogy a legbüszkébb, a legkevésbé. Is. A foci mellett melyik sportágban jó? Távolban nézés. Azt nagyon jól művelem. Különböző távolságokat látok. Azt jól sejtem, hogy nem tartod magadat mindezek ellenére sem sztárnak. Én azt gondolom, hogy ismertebb ember vagyok a sport által, a labdarúgás által, de én is ugyanúgy megyek a boltba, én is ugyanúgy állok mindenhol sorban, mint bárki más. Tényleg sorba szoktál állni? Türelmes vagyok. Sosem szeretem, ha kivételeznek. Szóval nem csak ismert, még szerény is. Hamarosan azonban újra reflektorfénybe kerül, hiszen megkapja a magyar aranylabdát, szám szerint már az 5. Aztán elmegyünk a fia edzésére, aki már kiskorában is Gáborhoz hasonlóan fanatikus volt. Egy éves korában már a Torgelesanyit nézni kellett a Crystal Palace-ba. És a Bon Jovi őrület is újra szóba kerül majd. Néztem a nyakláncát, a cipőjét. Elképesztő. Ez lesz tehát a folytatásban. Maradjanak velünk!